Tovább az le voltak rácsozva, de kiszabadult a izéből, a kötélből, mert rosszul kötötték le, és agyonverte a mellette lévő idősebb 70-valány éves öregember. Felmentették a gyilkosság vágya alól, még csak börtönbe se került, mert kitalálta valamelyik okos ilyen ügyvéd, aki vitte, hogy olyan tudatmódosító szereket kapott, hogy nem volt tudatában a gyilkosságának. Ez komolyan mondom, és hosszú a sor. A barátomat megkérték arra, ez is név nélkül mondom, egy cégnél dolgozott, hogy egy csekkel rendszeresen be kell menni a postára pénzt feladni. Aztán a cég megbukott 5 év múlva, ugye ott volt neki bőven pénzük a főnököknek. Mit kerestek ki? A kisembert, aki a postára, mert ő vitte a lopott pénzt a postára, ő volt, aki mindent tudott, és ő csinált mindent, mi semmit nem csináltuk, ő tüntette el a 100 milliókat. És ő jut a börtönbe után, mit tudom hány évet, 5 évet, 6 évet, értitek? És sorra ezeket fogjuk látni. Egy nevet kimondott, Táncos Gábor. Nem kell messze menni. Amikor Táncos Gábor elítélték egy kislány meggyilkolásért több mint 10 évvel ezelőtt, borzasztó hamar elfogták a gyilkost. Mert szerencsétlen ember ott lakott, és a lépcsőházban is egy kis fontoskodott szegényként. Rögtön megtalálták a gyilkost. Már akkor tudtuk, hogy minden, hogy ártatta, amikor elmondták az ügyvédek, hogy ilyen nincsen. A gyilkos, akit elkövet gyilkosságot, és elítélik akár fegyházra, az nem fog összeesni a tárgyaláson, hogy úristen, fegyházra ítéltek engem, mert tudja, hogy az jár a gyilkosságért. Tátos Gábor elájult, hogy börtönbe zárják egyáltalán. Egy ártatlan ember börtönbe zárta. És ugye mentek tanulók ezen mindenhova, megmondták a kinti dolgozomot, hogy ez nyílt titok gyakorlatilag, ugye elmondták az egész eljárásban szándékosan, hát nem mondom, hogy szándékosan összekevertek a bizonyítékokat, egy ártatlan kisfinak elvettek 20 éves korától 10 évet az életéből. És a végén ugye kiszabadult a börtönből, most 3-4 éve szabadlábon van, és tudják, hogy ki a gyilkos, és 50 évre titkosították, hogy megtudjuk, hogy ki a gyilkos, mert egy politikusnak a gyereke. Értének, miről beszélek? És ezzel szembesül mindenki. És egyre több ilyet látok, hogy látja valaki, hogy a szomszédja tolvaj, lop, ott az apektől kezdve minden, és mindent megúsz. Nekem van olyan ismerős lánybarátom, akinek, hál' Isten, nem kurva, már bocsánat, de kurvákat futott a srác. Gyilkosságért börtönben volt, kiengedték 6 év múlva gyilkosság miatt. Mai napig ismerősök vannak, haverjai vannak, strikkelő, kurvákat futott, szabad lábom, és éli a világát. És mit látnak a többiek? Hogy nézzétek meg, hogy ezeknek a gyilkosoknak milyen jó, meg a raboknak, meg minden. De itt vagyunk mi próbára téve. És itt elmondok egy nagyon jó példát, hogy ma kinek az órája jár jól? Nem, 14 perc, jó, az én órám jár, akkor lesz a figyelj. Ja. Tehát, ami a lényeg belőle, hogy mindig ez az idő. Igen, na, és akkor az a lényeg belőle, hogy Nyíregyházán volt egy hölgy, aki szegény volt, ez valamikor 10 évvel ezelőtt volt, nem volt pénz a rezsiköltséget sem befizetni, talált egy pénztárcát 800 ezer forinttal, fogta, bevitt a rendőrs és leadta. Képzeljétek el. És erre mondtam azt, hogy ezt én nem hiszitek el. Hogy ez a nő spirituálisan, hogy micsoda, végén kap egy utalmat különben, attól, hogy bevitte azt a pénzt, nem tette el. Hogy ilyen apró kis trükkös próbák vannak az életünkben. Tehát mindegyikötöknek megvan a pénztárca az életében, így mondom, jó? Akkor... Na, 17 perc van, igen. Jövőre van, hogy mások, 10. Nem, még nagyon rövidet adok. Hogy a szellemi, azok is jönnek. Belefér, nagyon gyorsan beszél. Na, következő a lényeg. Amikor kitörnek a vulkánok, vannak meg nem született szellemi lények, akik még a Földön nem öltöttek testet. Ezek a Föld mélyéből, de ezek azok a lények, akik még nem tisztultak meg, és már itt nem lesz lehetőségük megtisztulni, magának a Földnek, a bolygónak meg kell tudnia tisztulni, tehát a Föld mélyéből, még nem öltöttek testet, kivetetnek ilyen vulkánok hamualakjába, és eltűnnek a fizikai síkról, jó? Tehát ennyit tudni kell. És megjósolták előre, hogy egyre több vulkánkitörés lesz. Volt olyan, emlékszem rá, de nem most jósolták meg, 60-as évek, 70-es évek. Volt olyan, hogy mondták, hogy de érdekes, a Föld majdnem összes vulkánja működik. Hát már tudtuk szerepben, hogy miért. És amit tudni kell, hogy tegnap kitört megint az Etna, jó? Csak úgy mellékesen állni, jó? Tehát nem ok nélkül mennek ezek a vulkánok, és mondták, hogy olyan helyeken fognak vulkánok kitörni, ahol még nem is számítunk rá, és például nagyon szeretem Erdélybe ezekbe, aminek hívják ezt a kulat, ahol a lábunkat áztatjuk a gőzbe, majd eszembe jut a neve. És akkor ugye ott jönnek a kénes gázok, nagyon klassz, hát Erdély is egy nagy vulkáni terület, jó? Na, migránsok, nagyon rövid, aztán nem még egy dolgot elmondok előtt, hogy jönnek a migránsok.
Igen. Hogy például ő maga egy előadás, hogy miért nem nyerek én a lottón. Ugye? Rájött, hogy miért nem fogok nyerni a lottón. Nagyon egyszerű, hogy tényleg most ezt röviden fogom elmondani. Mert Isten, hogyha szeret engem, mivel tudnak ezen anyaghoz kötni? A pénzzel, a hírnévvel, a vagyonnal. És azért nem fogok, tehát a hatalom, igen. De azért nem fogok nyerni a lottón, mert tegem, hogyha szeret egy picikét, ugye most nagyon rossz, hogy be kell figyelni megint a csekkjeimet, de ha egy kicsit szeret Isten, akkor nem fog elkápráztatni a vagyonnak a pénzemet, akkor ha nem itt tartok előadást, havai szigetelen sütetem és várom a vulkánt, ugye? Tehát vagy szörfözök, értitek? Hát azért mondom, hogy itt az Isten egy kegyelem, tehát nem fogok venni a lotton. Igaz, hogy idegen mondom, így reménykedek bennem, mert most már vagyis spirituális olyan élet, hogy el tudnánk viselni egy annyi nyeremény, hogy nekem dolgozni életen végig, de nem fogok, én a létán fogok meghalni, úgyhogy... De ami a legfontosabb dolog, és akkor most tényleg jönnek a migránsok, jó? Azért, na, annyit, hogy... Öreg az emelebben van szerencsét. Igen. Öregkor imádkozik, hogy Uram, hadd nyerjek ma a lotton, és így tart már 10 éve, egyszer a főnök megunja. Idefej kón, legalább egyszer vegyél már egy lottószervét. Tehát én azért időnként veszek egy-egy lottót, hát oda, hogy valaki meggondolja magát, és kész. Na, migránsok. Két dolgot kell tudni a migránsokról, aztán tényleg azt kell tudomásul venni. Az, hogy ez egy égi terv része, most nem menjünk ilyen politikai hatalmakban, meg ilyen részekben, jó? Tehát ilyen háttértudományokban, mert az egy másik 5 órás előadás anyaga lenne. Egyet kell tudni. Először is a sötét terv is nagyon jól működik, és hatalmas erővel átvariálja, ugye ez az iszlám vallás, már ezek is megy, már gyilkolták, tudjuk milyen fedehajlamban, meg mindenféle bajuk van, viszont a kivételnek, mert van nekem arab szír barátnőm, aki a csodálatos látónő, tehát van a kivételek, aki félrejtés nehézség, de általánosságban most már azok a mocskok, akik hozzánk átvettek zavarba, azoknak mi a lényegük, meg a sötét erőnek, olyan helyekre mennek, ahol az igaz keresztény vallásnak még megvan a gyökere, és tönkre akarják tenni. Tehát kiirtják az igazi tiszta keresztény vallástól vannak, nem akartam elhívni, templomok keresztét leszedik. Svéd barátomnak írom, ez még évekkel ezelőtt volt, 4-5 éve, hogy az ilyen hülyeséget olvasok az interneten. István nem, már rég leszedik Stockholmba darukkal a kereszteket, mert provokáljuk a iszlamistákat, meg stb. Tehát ez az egyik fele, jó? Tehát ennek a migráns vásárnak ez az egyik fele. A másik része az, hogy a próbára is tesz a maradék keresztényeket, ugye a Jézus Isten itt előtt, mert ha kell, akkor meghalunk sajnos, azt kell mondani, mert ezek is torok elvárás, mert tudjátok, a szokásos játékutca lesz előttem. A másik fontos dolog, ugye mondtuk, hogy a technika ördöge, ugye az anyagnak az ördöge, ugye a sötét erő, mit csinál? Ezeket ráveszi ugye gondolati úton mindenbe, hogy gyertek a gazdag Európába, és úgy vette rá őket, Kánoán van, és még dolgozni se kell. Figyeltek ide? Az első átjöttek az első adag, ugye 50-60 évvel két világháború között beilleszkedtek generációsak, bécsőkezi, mindenhol dolgoznak. Ezek nem dolgoznak. Hát itt bulgottnak a Merkel meg a svéd miniszterelnök. Ezek összefogtak annak idején, mert jó, a németek sem akarnak annyira agyon dolgozni magukat, hogy na megjöttek az ingyen rabszolgán. Erre még azt is elveszik tőlük, ami van. Tehát itt nagyon visszárasult el az egész. Azt is tudni kell aztán, de tényleg itt az időt, tényleg nézem az órát, úgyhogy, de hát az a lényeg, hogy itt hosszú távon, megkérdezték tőlem, hogy a YouTube-on fent van a migráns, hogy lesz-e itt béke. Nem lesz. Edgar Cayce 2300-as közléseiben kialakult Európában egy olyan faj, a sárga, a fehér, a néger, a mindenki keveredett, egyfajta faj alakult ki, egy vallási ötvözet, de azt tudni kell, hogy az igazi vallási ötvözet nincsen. Tehát nem mondják, hogy az utolsó vallás, ez a jézusi vallási dolog. Lehet, hogy ki fognak alakulni egy pár olyan dolgok, amikre gondolunk, de addig, amíg meg nem tisztul az igazi Európa, egy igazi aranykorbeli, tehát az igazi korszakváltás meg nem lesz, az igazi mocsok ki nem lesz dobva a fizikai síkról, addig lesz egy ilyen ötvözeti átmeneti vallás, az emberek össze fognak állni, ugye, mert az embereknek ez a át kell érezni az időszakot. És akkor tényleg annyit erre a keresztény vallásról is, még utoljára ugye előadásomnak a vége fele, hogy kicsikét olyan megnyerjük és humorosabb, ugye kezdődik a mise, és bemegy egy géppisztolyos ember, ugye, és ezekkel a keresztényeket edzés alá tenni. Bemegy a templomba a mise, egy géppisztolyos ember, na kérem szépen, ki az igazi keresztény, azokat most lelövök, aki nem az most még kimet a templomba. Kirohan a 90%-a gyorsan, leveszi a maszkját a géppisztolyos, leteszi a fegyvert, na atyám, kezdhetjük a misét. Na, és akkor engedjétek meg, aztán tényleg megnézem az időt, hogy nehogy túllépjem. Ó, túllépjem, még van 5 perc.
úgyhogy ilyen pontos nem is lehetek. És akkor engedjétek meg a legfontosabb dolog ugye, hogy megint a vonatszünet, ez hozzá kell adni az előadásra idejét, hogy szervezőnek mondom a vonatszüneteket, a fél órát. De mindjárt elmegy, nem baj, pont jó ez a vonatszünet. Hát ez kéne, hogy két vonat, de nem baj. Ami a legfontosabb dolog, hogy 100 film a Vallások végső üzenete című csodálatos könyvébe, végignézte az összes vallást. Ez a legfontosabb dolog, és a minden vallást megnézte, hogy mi az, amit tiltanak, mi az, amit ajánlnak. És milyen érdekes, az iszlámtól kezdve a buddhistákig mindenhol, a keresztény vallás természetesen, ugyanazokat a dolgokat tiltják, és ugyanazokat a dolgokat ajánlják, képzeljétek el. És ami a legfontosabb, és itt van az, hogy a mai napnak a mottoja is legyen, hogy hogyan tudjuk a karmánkat feloldani. Én elmondom nektek, ha így éljük az életünket, garantáltan nem kell visszaszületni, nem lesz karmikus feladatunk. És ez az egy mondat benne van a világ összes vallásában, Jézus legszebb mondata, minden emberrel azt cseleked meg, amit szeretnék, ha veled megcselekednék. És ez minden vallásban benne van. És tudjátok, én nem szoktam idézeteket mondani különösebben, de engedjétek meg, hogy akkor egy nagyon-nagyon rövid idézettel zárjam az előadásomat, és nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Hát ezt olvasnom kell, azért fejből nem tudom, én csak gyakorolni szoktam, de sajnos fel kell olvasnom. Embereknek vagy angyaloknak jelvén szólok is, szeretet pedig nincs én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érsz, vagy a pengő címbalom. És a jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy helyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok. És a vagyonomat mind felétettem is. A testemet a tűzre adom is, szeretet pedig nincs én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonosz. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent, hiszen mindent remél, és mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert részszerint van bennünk az ismeret, részszerint a prófétálás. De amikor eljön a teljesség, a részszerint való eltöröltetik. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint a gyermek, úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy értettem, mint a gyermek, minek után pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan láttunk, akkor pedig szívről szívre, most részszerint van bennem az ismeret. Akkor pedig úgy ismerek majd, mint én megismertettem. Most ezért megmarad a hit, a remény, a szeretet, a három közül a legnagyobb, a szeretet. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy profitáljatok. Úgyhogy éljük így az életünket, és így a harmikus életünk megmarad. Nagyon szépen köszönöm, meghallgattatok, és további szép mindenki üdvözlőt adok. Köszönöm szépen.